Tiszteltel köszöntöm Önöket, ez itt a Sport Ma, a Pécs TV napi sport híradója Csirke Ferenccel, a PVSK Pécs Expo volt kosárlabdázójával beszélgetek, de lesz kerékpáros versenyről készült összefoglaló is a műsorban. Maradjanak velünk, azonnal kezdünk! Nincs annál rosszabb, mikor valakitől meg kell válnunk, mégpedig egy nagyon kitűnő kosárlabdázótól, aki mellesleg Pécset kezdte valamikor a 90-es években a pályafutását, aztán játszott például a Matábban nemzetközi mérkőzéseket, én magam is ott voltam az egyiken, ha jól emlékszem, a Fenerbahce elleni meccsen. Nos, hogy milyen irányt vesz majd pályafutása, erről fogunk beszélgetni Csirke Ferenccel, majd tisztelettel köszöntelek, Feri. Többször voltál itt a stúdióban, egyszer például akkor voltál, amikor visszajött éve Pécsre, sőt, lehet, hogy akkor is készítettem veled interjút, amikor a Matávból elmentél, tehát egy nagyon kacifántos pályafutásod van, de mégis azt kérdezem, hogy hát hogyan tudtad meg, hogy nem tartanak rád igényt a PVSK Pécs Expo-ban? Hát egy év közben így... Voltak előjelek? Hát nagyjából március környékén, így még az alapszakasz tartott, akkor hallottam olyan hangokat, hogy esetleg nem kapunk szerződést, vagy ha kapunk, az is olyan, amit egyszerűen nem tudunk elfogadni. És a több beszám az kikre vonatkozik még? Hát elvileg ugye két-három játékosról volt szó, az Orosz Laci és Lakatos Peti és én, hogy esetleg mi kapunk olyan szerződést, hogy jövőre kisebb a költségvetés, és nekünk kevesebb pénzt tudnak ajánlani, és ezért nem zárkoznak el, hogyha azt nem fogadjuk el tudunk igazolni. Na, ilyen hangokat hallottam már az alapszakaszban is. Közben máshonnan hallottam, hogy az új szakmai igazgató másik két irányítót szeretne igazolni. Tehát ezeket hallottam, és akkor végül is egyik edzés előtt, most már így a körben meccsek, az Alba Komp az elődöntő után az egyik edzés előtt az Ivkovics közölte a csapat előtt, hogy én nem kapok szerződést. Tehát így tudtam meg, és azóta se beszéltem erről senkivel. Na most ugye azt azért megígérjük, hogy nem dobálunk sarat sehova ja, sem. Persze. Mert hát, hogy régi pécsiek vagyunk mind a ketten. De hát mégis hogyan ítélted meg a játékodat? Tehát úgy érzed, hogy ez szakmai döntés volt elsősorban? Hát abból a szempontból szakmai volt, hogyha mondjuk úgy képzelik el, hogy első szám irányítónak esetleg igazolnak egy külföldit, egy jobbat nálam, de azt nem tudom elhinni, hogy ne tudtam volna Pécsen második számú irányítóként játszani. Ugye tavaly is a Fodor Marcival azért csak sikerült. Én úgy érzem, hogy ez az alapszakaszom, ami most volt, ez nem sikerült olyan rosszul. Talán az utóbbi évek egyik legjobb alapszakasza volt számomra. Ugye a csapatnak azért több veresége volt, mint tavaly, de hát ebben közrejátszott az, hogy a Zivkovicsot megműtötték, a Grebenár Peti sokáig sérült volt, a Dragán beteg volt januárban, nekem is volt egy sérülésem januárban, de azért sikerült kihasználni a 8 közé jutást, úgyhogy szerintem nem csak 100%-ig szakmai indokok voltak ebben. Amikor így közlik az emberre, hogy nincs rá szükség, hát nincs más jó szó, ugye profizmus van, sajnos ez bárkivel előfordulhat, akkor mi az első reakciója? Hát ugye sokszor azt mondják, hogy a nagyon rosszba is lesz majd valami jó. Hát az a baj, hogy én nagyon lelkizős típus vagyok, és amikor ezt én március-április környékén ezekről hallottam, akkor én nagyon elkezdtem, így egy kicsit befordultam, nem volt olyan jó kedvem, akkor talán ez kihatott utána később a játékomban is, de ezt próbáltam a pályán és edzéseken. De nem is játszottál annyit, tehát nem kaptál olyan sok szerepet véleményem szerint. Hát igen, na ez a másik, amiből éreztem azt, hogy nem biztos, hogy azt szeretnék, hogy én maradjak. Nem is volt ebben olyan nagy gond, mert ugye a Varga Rolanddal elosztottuk az irányító posztot, ugye 4-be is jutottunk, tehát az eredmények is jöttek. Amikor kimondták a végső szót végül is június elején, vagy május végén, akkor annyira már nem is esett rosszul.
Tehát akkor azt már annyira rákészültem arra a hírre, hogy egyszerűen nem volt olyan rossz érzésem. Feri, de azért te olyan, jól mondtad, hogy lelkizős típus, hogy te kötődsz ez a városhoz. Tehát én azt tudom, hogy 90-ben itt kezdted ugye a PVSK-ban még annak idején. Tehát bárhol voltál mondjuk Sopronban, biztos, hogy ide vágytál vissza. Hát kétszer vissza is jöttem pont, mind a kétszer Sopronból. Ugye, és mind a kétszer B csoportba jöttem haza, mert 96-ban ugye Matávba jöttem vissza Pécsre, és most pedig a B csoportos PVSK-ba 2003-ba. Azért, hogy segíts abban, hogy első osztályú csoport, és lett is. És ugye pont abban az időszakban volt, ugye voltak olyan ajánlataim is, ami jobb csapatoktól, tehát például a Kecskemét vagy a Paks, és azokat mondtam vissza. Úgyhogy végül is nekem csak a város miatt fáj ez az egész. Tehát azt, hogy most egy csapattól elküldenek, az annyira nem, mert most akkor másra képzelik a jövőt. Csak nekem tényleg a város miatt fáj ez az egész, mert én nagyon szeretem Pécset, és hát én úgy terveztem, hogy még egy-két-három évet biztos tudok kosárlabdázni itt. De hát másképp alakul. Nincs kizárva, hogy még Pécsre fogsz jönni. 30 éves vagy, ha jól... Az hát az öreg fiúkban. Kövecsés Józsi mondta, hogy tártkarokkal várnak. Tehát 30 éves vagy, ugye emberi számítás szerint nem akarok most példákat mondani, de van, aki közel a 40-hez is kosárlabdázik. De térjünk ahhoz vissza, hogy azért minden rosszban van valami jó is. Hát pozitív fordulatot vett ez a dolog, és ugye itt jelenthetjük be talán elsőként, vagy nem is tudom, itt a Pécs TV-ben, hogy végül is átigazoltál a Kaposvárba. Igen. Hát megegyeztél? Hétfőn sikerült megegyezni velük 2 évre. Nagyon korrektek voltak, nagyon jó, korrekt módon folyt a tárgyalás. Beszéltem előtte az edzőkkel is, a Branislav Dzunicsal. Ő nagyon szerette volna, hogyha odaigazolok. Egyáltalán nem hitegettek semmivel, tehát nem mondták azt, hogy 40 perces ember leszek, azt is mondták, hogy még egy külföldi irányítót is igazolnak, egy 1-es-2-es posztra igazolnak egy külföldi játékost. Tehát én megmondom őszintén, nagyon örülök, ugye közel van Pécshez is, és úgy érzem, hogy olyan szakmai munka lesz Kaposváron, ahol tényleg meg tudom mutatni még, hogy lehet, hogy kár volt lemondani rólam. Átköltöztök a család? Nem titok, hogy rövidesen második. Igen, átköltözünk mindenképp. Hát január vége, február elején lesz egy kis fennakadás, ugye akkor jön a második gyerek, úgyhogy akkor valószínűleg a feleségem visszaköltözik Pécsre abba az időszakba. De most az elején átköltözünk. Én nagyjából a várost is ismerem, Kaposvárt, mert... Hát a játékosokat is gondolom. A játékosokat is, rokonság is van a városba. Úgyhogy tényleg várom már a munkát. Milyen lesz, amikor majd először játszol itt a PVSK Pécs Expo ellen Pécset? Hát az biztos nem lesz könnyű, mert még soha nem játszottam a pécsi csarnokba ellenfélként. Soproni korodban sem? Nem, mert akkor mindig B csoportos volt, meg még amikor Fehérváron játszott. Ez egy érdekes helyzet. Még amikor Fehérváron játszottam akkor is. Hát nem tudom. De én azt gondolom, hogy a nézőktől majd nagy tapsot fogsz kapni, hidd el. Hát annak örülni fogok, csak az érne mondjuk 10 pontot, akkor jó lenne. De azért teljes erővel küzdeni fogsz természetesen, nem hát csak... Befogok, de hát most mindenki azt várja, akivel eddig beszélgettem, hogy jó, akkor majd megmutatod nekik meg, de bennem nem lesz soha olyan, hogy most akkor Pécsre jövünk, akkor most aztán nagyon rákészülök, és ugyanolyan meccs lesz, mint a többi. Egyszerűen te nem vagy olyan, te csak egyszerűen jól akarsz játszani. Így van. A Sopronból, amikor egyszer eljöttem, akkor se volt bennem. Az is érdekes, utána mindig sikerült jól játszanom a Sopron ellen, de nem volt bennem soha az, hogy most a Sopron megmutatni. Meg kell mutatni a többi meccsen is. Felékén kívánok nagyon jó érvényesülést. Köszönöm. Sok pontot, jó játékot, és váljanak valóra az álmok. Köszönöm. A második gyerekkel kapcsolatban is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Megkezdte felkészülését a PMFC labdarúgó csapata az új szezonra, nagyon sok a bizonytalanság a keret kialakítása körül. Még 4 hét és indul a magyar labdarúgó bajnokság. Azt egyelőre nem lehet tudni, hiszen még nem történt sorsolás, hogy a PMFC-re milyen ellenfelek várnak elsőként. Annyi azonban biztos, hogy június 26-án elkezdték a nyári szünet utáni edzéseiket. A hétvégén dől el, hogy a lejárt szerződésű játékosok maradnak-e továbbra is a pécsi csapatnál, illetve az is, hogy milyen idegen légiósokkal gyarapszik a PMFC.
5 héten át napi 2 edzéssel, meccseki futással, úszással treníroznak a fiúk, de mint azt Kesszei Ferenc vezetőedzőtől megtudtuk, idén anyagi okok miatt az edzőtáborozás elmarad. Edzőmérkőzéseket azonban szerveztek. Július 12-én a Dunaújvárossal, 15-én Barcs csapatával, 19-én a Mohácsiakkal játszanak hazai pályán, 22-én pedig idegenben a Siófokkal. 2 edzőmérkőzés ezen kívül még szervezés alatt áll. Rövid híreink, információink következnek most. Előző sportműsorainkban láthattak összefoglalót a hétvégi Orfői országúti kerékpáros bajnokságról, most egy rövid tudósítás következik az eseményről. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy fajoktól függetlenül nagy volt az érdeklődés a bátor, és a forróság miatt mondom, fanatikus kerékpárosok miatt. Így nagy volt a zsúfoltság Orfűn, amely helyszínről rajtolt a mezőny. A híradásainkból gyakran tudósítunk a Tour de Pécs eseményeiről, de ez most valami más a bringások versenyei között. A Magyar Köztársaság felnőtt mezőnybajnokságát rendezzük a mai nap. A férfiak az elit és az U23 kategória részére, valamint a hölgyek részére. A felnőtteknél az U23 171 kilométert, az elit kategória 201 kilométert, a hölgyek 62 kilométert fognak menni a mai nap. A felnőtt mezőny szinte teljes, mindenki itt van, külföldi profik is megjöttek, úgyhogy a Bodrogi László is fémjelzi a mai versenyünket. Orfűről indulunk el, akkor egy félkörben megkerüljük a tavat, aztán átmegyünk Abaligetre, Kishajmás, Bodolyabér, Magyarherterend, Orfű. Ebből a hölgyek mennek 2 kört, az U23-asok 6-ot, az elitek pedig 7 kört. A Magyar Köztársaság bajnoka lesz, aki ma elsőként jön át, az első 3 éremdíjazásban részesül, az eliteknél pénzdíjazás is van. Minden évben egyszer rendezünk ilyet, a világ összes országában ezen a napon rendezik. Amint az imént hallhatták, külföldi profik is érkeztek a versenyre, de nemzetközi hírű sportolónk, sajátunk is van. Hát egy előfelmérő a túr előtt, mivel egy pár napja, pontosabban egy 10 napja, kicsit rosszabbul ment a bringán. Lehet, hogy egy kis fáradtság is benne volt, meg a nagy meleg az első napok, és hát ezokból nem ment valószínű, de hát már a csütörtöki bajnokságon azért lehetett látni, hogy nem ment rosszul. Úgyhogy hát mai terep az elég nehéz lesz ebben a nagy melegben, úgy gondolom. A táv is hosszú, tehát sokan nehéznek fogják találni, nem csak a terep miatt, de inkább a meleg miatt. Úgyhogy nem lesz egy könnyű feladat mára. Ma este vagy holnapi nap reggel megtudom, hogy akkor most tényleg indulok-e a túron vagy sem. Ha a túron indulok, hát akkor egyértelmű. Ha pedig nem, hát akkor vannak mellette még más kisebb többnapos versenyek, úgyhogy akkor valószínű, hogy azokon fogok elindulni. Délután 1 órakor indult a mezőny, a célbaérés sorrendje pedig a következőképpen alakult. A hölgyeknél Király Mónika, a Mosoni Téje versenyzője volt a leggyorsabb. Az U23-as kategóriában Hajszer Ákos, a Pinivo Beton Express versenyzője. Az eliteknél pedig érvényesült a papírforma, Bodrogi László a Credit Agricole versenyzője volt az első, és ebben a kategóriában második helyen tekert a célba Ivanics Gergely, a Team Kornix versenyzője. Ennyi volt mára a Sportma, a Pécs TV napi sport híradója. A képernyőn internetes elérhetőségünket tetszenek látni. Pénteken Bernadett várja önöket friss hírekkel, információkkal. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! We'll be right back.